Nagy öröm számomra, hogy abban az iskolában dolgozhatok, amit az én dédapám épített. És olyan kötődéseim vannak, akár az intézményhez, akár a gyülekezethez, amit köszönhetek az őseimnek, saját családtagjaimnak. Mit akar a te feladatod a gyülekezetben? Másodfelügyelőként most már a második ciklusomat töltöm. Egy hidat képezek a gyülekezet, a presbiterek, a pedagógusok, a szülők és a gyerekek közössége között. Gyülekezeti alkalmainkon rendszeresen részt veszek ételosztásban, gyűjtésekben. Talán egy kicsit így nagyobb rálátásom van arra, hogy ki miben érezhet hiányt, hol kell esetleg a segítőkezet nyújtani. Óvónő, tanítónő szerettem volna lenni, de volt egy rejtett titkos vágyam a konfirmáció idejétől kezdve. Arra az elhatározásra jutottam, hogy én lelkész szeretnék lenni. No, ezt a család nem vette jó néven, és azt mondták, hogy az férfiaknak való hivatás, az nem való, hogyha te szeretetet szeretnél továbbadni, lelki gondozói munkát szeretnél végezni, menj pedagógusnak, ott is van tennivalód bőven. Óvónő lettem, óvodaiskola kísérleti programokban vehettem részt, ez természetesen szükség volt arra, hogy elvégezzem a tanítóképzőt, kirepültem az általános iskolába. Ennek az intézménynek tulajdonképpen akkor igazgatóhelyetteseként dolgoztam. A szarvasi gyülekezetek az utolsó pillanatba kerültek a kárpótlás rendezéséhez. Akkor én igazgatóhelyettesként dolgoztam ebben az iskolában. A nevelőtestület nem akarta továbbvinni az egyes számú iskola nevét, hanem kötődött egy olyan szarvasi, csodálatos polihisztor ember nevéhez, mint a Benka Gyula, aki lelkész tanárként élte itt az életét, tehát az ő nevét vettük fel. Sikerült az Ótemplomi Evangélikus Egyházközséghez tartoznunk az ő fenntartásukban. Lázár Zsolt volt akkor a gyülekezet lelkésze, aki mindent megtett, sok-sok erőfeszítést, sok-sok imádságot, közös imádságban próbáltuk azt elérni, hogy egy jó alapot adjunk annak a nagy-nagy megtisztelő lehetőségnek, hogy 34. intézményként bekerülhettünk az evangélikus oktatási intézmények sorába. Hogy fogadta a gyülekezet ezt az átvételt? A gyülekezet csodálatosan küzdött értünk. Küzdött értünk, és mindent megtett. Én nem tudok meghatódottság nélkül visszagondolni arra az időszakra. Egyként mellettem, hogy az igazgatója legyek ennek az iskolának, és hogy megmaradjon ez az iskola épület, és megmaradjon a diák közösség, szülői közösség, mindenki bizalommal forduljon hozzánk. Azok a gyerekek, akik a mi intézményünkben vannak, óvodától általános iskoláig egy rendszerben élnek. Tehát mi nagyon sok olyan remek közös programot szervezünk, amikor a gyermekek már a templomban biztonságban érzik magukat. Már a szüleiket úgy hozzák el a templom, hogy megmutatják, hogy nekik hol van a helyük. Mert megszokják a gyerekek azt a reggeli áhítatok alkalmával, az ünnepeink alkalmával, hogy ők visszatérhetnek a saját helyükre. És nagyon jó, hogy itt a városunkban van evangélikus gimnázium is, a továbbtanulásukból biztosított a lehetőség, hogy vagy az új templomi gyülekezetben, vagy az ótemplomi gyülekezetben lelki otthon találjon a templomában. Mi a személyes példaadásunkkal is, az életünkkel is megmutatjuk gyerekek nektek, hogy választhatjátok az utat, de ezen az úton nektek kell járni. És én úgy gondolom, hogy pont az a serdülőkori időszak az, amikor majd még a középiskolában folytatva a tanulmányaikat a gyerekek kötődnek éppen azokhoz az alkalmakhoz, amik egy-egy iskolai rendezvény által biztosított, megnyitják azt az utat, amikor önállóan is tudnak dönteni, és szeretettel vissza fognak kerülni oda, ahonnan mi is szeretettet kaptunk, és azt a szeretetet próbáljuk meg továbbadni. És akkor még csak ugye általános iskola volt, és később bővült. Az évről évre gyarapodó iskola tulajdonképpen gazdagodott óvodával. Először a Bacsó úti óvoda épületét
és a benne lévő gyermekeket kaptuk meg. Különféle tehetséggondozó programokat, műhelyeket vezettem be. Így az óvoda létszáma 22-ről néhány év alatt 100-ra emelkedett. Folyamatosan bővítettünk, tornatermet alakítottunk foglalkoztatóvá. Természetesen kapcsolatot tartva mindig a gyülekezetünkkel, a presbiterekkel, hiszen anélkül, hogy egy biztonságot adó, fenntartói háttér ne legyen mögöttünk, nem tudnánk a munkánkat sem így végezni. Nagyon sokat segítettek abban, hogy a lelki élet, a lelki gondozás területén a mi intézményeinkben jobban megtapasztalható legyen a szeretet, az az egymásra figyelés, az a sok minden, amit egy egyház intézménynek tükröznie kell. Most már 645 gyermekről gondoskodunk, ebbe beleértve az óvodásokat és az iskolásokat is. Kapják a lelki, szellemi felkészítést, nagyon sok törődést, családlátogatást. Én nagyon bizakodó vagyok az evangélikus intézmények életével kapcsolatban is. Teljesen mindegy, hogy hány kilométerre vannak egymástól iskolák, mégis érezhető az, hogy figyelünk egymásra, és ha bármi ügyes, bajos gondunk van, akkor segítünk egymásnak. Tehát nem szabad elszigetelődnünk, hanem tényleg ki kell építenünk azt a hálózatot nekünk is, az evangélikus intézmények hálózatát, ami segít bennünket majd a jövőben is abban, hogy a létünk megmaradjon, és minél magasabb szinten tudjuk a ránk bízott drága kincset továbbfejleszteni. És útmutatást adni nekik arra vonatkozóan, hogy a Szentíráson keresztül mennyivel jobb, tartalmasabb, értékesebb életutat járhatnak majd be.